Nem kell 20 percnél többet tölteni a Fülöp-szigeteken, hogy rájöjjünk, a filippinok nagyon szeretnek enni. Ma tehát filippino ételekről lesz szó. Általánosságban elmondható, hogy a filippino konyha nem kifejezetten izgalmas, közelébe se ér a táj, indiai vagy maláj ételeknek fűszerezettség tekintetében. Mondhatni unalmas, elég ízetlen. Főként olajban sült és barbecue ételeik vannak, csirkéből és disznóból. Ezekből korábban már mutattam nektek. Az ország dugig van étkező helyekkel, főleg az olcsóbb és lazább változatokból. Van azonban egy olyan márka, amelyet jóval többet láthatunk bármely másiknál, és amelyet valamiért a filippinok nagyon szeretnek. Ez a Jollibee. A Jollibee nem más, mint egy McDonald's koppintás filippinósítva. Ami érdekessé teszi, hogy sokkal nagyobb üzlet a Fülöp-szigeteken, mint a McDonald's és a Burger King együttvéve, az pedig nem kis teljesítmény. 1150 üzletük van a Fülöp-szigeteken és 234 más országokban, főleg az USA-ban és a Közel-Keleten. Tipikusan azokon a helyeken, ahol a filippino vendégmunkások dolgoznak. A Jollibee sztori 1975-ben kezdődött, amikor egy Davaóba immigrált kínai család gyermeke az egyetemen kémiai tanulmányait befejezve egy fagylalt üzembe került, ahol kedvet kapott a fagyi áruláshoz. Pár fagylaltozót nyitott, majd rájött, hogy a vendégek más ételeket is szeretnének. Elkezdett hamburgert és szendvicseket árulni, és hamar kiderült, hogy ezek jobban fogytak, mint a fagyi. Ezen felül spagettit kezdett árulni, de jóval édesebb szósszal, mint ahogy bárki más, a filippinok pedig szeretik az édeset. A menü további sztárja a rántott csirke, ez az, amit a filippinok a legtöbbet esznek. Ha belegondolok, nem is volt rossz az üzleti koncepció, amivel hajdanában elindultam a Fülöp-szigeteken, pont ugyanazokat a termékeket tartottuk, amelyekkel a Jollibee is kezdett, fagyi, sült csirke, hamburger. Egyet azonban nem szabad elfelejteni. A filippinok nem szeretik a pénzüket külföldinek adni. A hazai tulajdonos részesítik előnyben, ez lehet amögött is, hogy míg a Jollibee és más filippino tulajdonú cég arat, a McDonald's és a Burger King csak döcög a Fülöp-szigeteken. Ez itt a Jollibee nevű hely, ami egy filippino verziója a McDonald's-nak. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy dugig van, sorbálnak a népek. Burgert lehet kapni, meg sült csirkét, rizssel, tehát egy ilyen kicsit filippinosított McDonald's, ez a gyors étteremlánc a Fülöp-szigeteken, de egyébként olyan helyekre is elterjedt, mint az Egyesült Államok, ahol nagyobb filippino közösség lakik. Borzasztó népszerű, sokkal népszerűbb, mint a McDonald's, itt a Fülöp-szigeteken. Szerintem itt a sorálásnak az lehet az oka, hogy elmentek a templomba kora reggel, befejezték a misét, aztán gyorsan idejött mindenki a Jollibee-be enni. Vagy pedig először esznek egy jót, aztán utána elmennek a misére. Itt ugyanis a vasárnapi mise az egész nap tart. Mi kapható itt? Azt mondja, hogy Yum Burger. Aztán lehet valami Amazing Young Burger kapni, hot dog, spagetti, Chicken Joy, ez sült csirke, annak biztos nagyon örül a csirke, aki megsütik. Aztán Burger Steak, valami gombás szószal. Ez valami gyíkhús lehet. Tojásos szendvics reggelire, aha, nem rossz. Hát ezek a kapható holmik. Úgy nézem, hogy ez valami, ez nagyon népszerű. Nagyon-nagyon népszerű. Míg a Jollibee a hagyományos gyors éttermi ételek piacán üzemel, egy másik sikeres lánc a filippinok másik kedvencét, a barbecue-t lovagolta meg, és hozta létre ennek a gyors éttermi változatát. Ez a Mang Inasal lánc, amely szintén egy érdekes sztorival indult el, és sok hasonlóságot mutat a Jollibee történetéhez. Ez az üzlet is egy vidéki városból startolt, mégpedig Iloilóból. Tulajdonosa nem azzal akart foglalkozni, amit az egyetemen tanult, de ő nem vegyésznek, hanem építészmérnöknek készült, és először mosodát, majd fotoműhelyt nyitott.
aztán az első Iloilói manginaszál üzletet 2009-re 100 másik követte szerte a Fülöp-szigeteken, majd 2010-ben a láncra szemet vetett a Jollibee tulajdonosa, és megvette a manginaszál 70%-át 3 milliárd pezóért. Ezen mindenki ledöbbent a Fülöp-szigeteken akkoriban, óriási pénzért vette meg, látta benne a fantáziát. Néhány évvel később pedig a maradék 30%-ot is megvette a Jollibee 2 milliárd pezóért. Ezzel pedig a manginaszál korábbi tulajdonosa, a legfiatalabb filipino milliárdos lett, még ma is csak 40 éves. A Jollibee pedig már a leghatalmasabb élelmiszerrel foglalkozó cég a Fülöp-szigeteken. A manginaszál mellett több másik étteremláncot is felvásárolt, így a Greenwich, Chowking, Red Ribbon, Deli France üzletek is a Jollibee érdekeltségébe tartoznak ma már. Gyakorlatilag majdnem minden plázában található étteremlánc a Jollibee tulajdonában van. Itt a filipinok egyik kedvenc helye. Ez egy ilyen gyors étkezésbe előadott csirke barbecue lánc. Tehát tuli van emberekkel, ahogy lehet látni. Ők nagyon szeretik. Itt lehet látni egy ilyen csirkét. És leveske hozzá. Egy másik nagyon népszerű filipino étel, úgyhogy egy sisig, ez sertés bőrből és valami fajta húsiból van, nagyon apróra fölvágva, tűzforróan tálalva, és hagymával, csilivel, és hát további csiliket, meg citromlevet lehet beletenni. Megmutatja, hogy esznek a filipinok kézzel. Filipino stílusú kézi étkezés. Ez igen undorítóan néz ki. Ez körülbelül olyan, mint a hasmenéses fos. Van ennek valami neve, ezt most meg fogom kérdezni. Excuse me? What is this? What is this? What's the name of this? Pork blood stew. Pork blood stew. Yes, sir. We called it dinuguan. Dinuguan. Dinuguan a neve, és ez sertés vérből készült, hát ilyen stew. Oké. Okay. Thank you. Yes, ma'am. Maybe. Some kínai eredetű étel. Sajnos most nem látszanak, csak a dobozát lehet látni, de hát ezek ilyen különböző töltött gombockák szoktak lenni. Nice! Sült falak csilivel, csili nélkül. Megint ott van a hasa alja megsütt ilyen kockába. Aztán van ott valami tintahal karikák és csirke megégetve. Hol valami szószba. Aha. How are you doing? I'm fine, how are you? I'm good. Thank you. Is it good, the fish? I have no idea. Oh, you try it first. Okay. Okay. Igen, aztán itt van halból főtt valami leves. Hasonlót láttuk már marhából. Aha. És itt van marhából. Onnan jövök rá, hogy káposztával, onnan jövök rá, hogy van benne velős csont is. Ott figyel. Nagyon érdekes dolgok ezek is. Aztán ugye van ez valami curryféle, szintén úgy látom marhából. És van spagetti. Marahúsnak látszik, ez ilyen vékony rizs tészta, valamivel összefőzve. Halleves. Hello, how are you? You have beautiful food. Very nice. És az valami serpés csontokkal, bőrrel, csonttal, bőrrel egybekötve. Igen, az édes savanyú lehet. Ki van rántva, és utána van bekavarva szószal, hagyma rádobálva. Ez, nem tudom, hogy az előzőhöz képest mi a különbség, mert hasonlónak néz ki. Oh, so it's fried in oil, is it? Yes, fried. Aha, hát ez valami olajba sült kenyérféle. Értem.
Valami halajba sült kenyérféle. Hát ez jobb lett volna, hogyha kisütik inkább egy kemencébe. Ki tudja, milyen lehet ez, olyan fánkféle, lehet, hogy még édes is. Most nem fogom kipróbálni, mert tocsog az olajtól, ahogy látom. Aki egészségesebben akar élni, annak van itt gyümölcssaláta, meg megpucolt kókuszdió, ananász. Hi, good morning! Megint csak van sziszig, aztán... Hú, ezt nem, de nem tudok rájönni, hogy micsoda. Ez esmi lehet, mint Tájföldön, ahogy ilyen... mint a tócsi, csak ilyen tengeri herkettyük vannak összedolgozva valami tésztapélével. Uh-huh. Azután rózsaszín rizs, ez nagyon érdekes. Ezt a fajta, azt hiszem, ez úgy, hogy a Morning Glory. És vannak ott ideje izgalmas ilyen kagylók. Uh-huh. Alap kagyló. Ez például igen érdekes. Amit itt lehet látni ezekkel a paprikákkal. Ez rája. Sült rája. Sült rája. Egyszer ettem ilyet, nagyon bonyolult megenni, mert tele van ilyen csontos húrokkal a hús. De ezt lehet itt kapni. Tinta halat. Hi, how are you? We're fine. Beautiful boat here. És aztán van itt, ez megint csak ez a hasalja a szalonnák, ez nagyon szeretném csinálni. Aha. Nagyon szépek, és valami érdekes, amit tojást tárolnak itt meg. De a húsvéti tojás be van festve pirosra. Sí, utan bisa yang besar. Ini orang tanggigi, ini latang bahu, sini gangista. Itt meg még érdekesebb tengeri herkettyük vannak kirakva. Itt, ha minden igaz, nem, itt is sütve, főzve vannak kirakva a holmik, de lehet, hogy még sütnek rajta, mert azt a, például ott van egy ilyen tintahal, azt elég nyersnek látom. Pedig van rajta égetve valami, de nem biztos, hogy elég megfőtt. Ez a híres lecsombaboly. Az egybesült malac. Itt van kitálalva a tányérokra. Ott figyel a kagyló. Uh-huh. Aztán halból készült leves. Ilyen hasonló sertés van, amit már láttunk valahol. Igen. Ott pedig, ha minden igaz, akkor ez máj. Is that liver? Yes, sir. Beef or pork? Pork. Aha. Hát ez a resztelt májszerű dolog. Disznó májból van. Vannak egybesült halak, kiterített halak. Rice. You like rice, yeah? Correct? Yeah. Oops. Here? Yeah, okay. No. Yeah. Hát ez csak így kézzel fogok itt varizni. I need to stick with them. I need to stick with them. I need one onion. One onion? And one garlic.